Új adóalap kedvezményt érvényesíthetnek 2023-tól azok a 25. életévüket betöltött fiatal anyák, akiknek a magzatra, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre tekintettel a családi kedvezményre való jogosultságuk 2022. december 31-ét követően nyílt meg. Így azok a fiatal anyák vehetik igénybe a kedvezményt, akik 25. életévüket betöltötték, a jogosultság megnyílásakor nincsenek még 30 évesek, és családi kedvezményre 2022. december 31-ét követően válnak jogosulttá. Például az a fiatal anya, akinek a várandósága tavaly december 31-jel bezárólag már elérte a 91. napot, csak a gyermeke születésének időpontjától lesz majd jogosult a 30 év alatti anyák kedvezményére. A kedvezmény összege megegyezik a 25 év alatti fiatalok kedvezményének összegével. Ez szerint 2023-ban a 30 év alatti anyák kedvezményének összege jogosultsági hónaponként legfeljebb 499.952 forint utáni adó, ami a gyakorlatban akár havi 75.000 forint adó megtakarítást is jelenthet. A fiatal anya azokban a hónapokban tudja igénybe venni a kedvezményt, amikor a családi kedvezményekre is jogosult, ez legkorábban a 25. születésnapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó hónapjáig érvényesíthető, amelyik évben a fiatal anya betölti a 30. életévét. A kedvezmény a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmek után érvényesíthető. Ilyen jövedelmek például a munkabér, táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az egyéni vállalkozói kivét vagy általányban megállapított jövedelem, az őstermelői jövedelem, vagy a kifizetővel kötött megbízási szerződésből származó jövedelem. Az a fiatal anya, aki már évközben szeretné érvényesíteni az új adóalap kedvezményt, annak be kell nyújtania az erről szóló adóelőleg nyilatkozatot. Adóelőleg nyilatkozat kérhető a munkáltatótól vagy a kifizetőtől, amit aztán kitöltve ügyfélkapunk keresztül az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, a NAV honlapján keresztül a legegyszerűbb benyújtani, de a munkáltatóknak is át lehet adni papíron. A 30 év alatti anyák kedvezménye a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.